Április 10-én virágvasárnapon Hajdúdorog és Hajdúnánás határában, a Határdombon egy olyan Krisztus feszület került felállításra, amelyre manapság már nemigen van példa, talán azt is mondhatjuk, hogy országosan is párját ritkítja, amelyet Buczkó József, a hajdunánási nyugalmazott múzeumi igazgató, néprajzkutató, műsoraink szinte rendszeres vendége állított, illetve a családja állítatott. Ez egy Krisztus képes feszület, amelynek keletkezéséről és egyáltalán a céljáról, indítékairól, okairól kérdezem a felállítatót, az adományozót, és egyben pedig mindezeknek a dolgoknak a tudóját, ismerőjét, Buczkó Józsefet, és hát természetesen miután a nagy hétben járunk, a húsvétról is ejtünk néhány szót, különös tekintettel a jeles napjaira. Üdvözöllek, kedves Jóska, és akkor, mint ahogy a felvezetőben is említettem. Szóval ez egy, én azt gondolom, hogy manapság is párját ritkítja, hogy egy település határában egy ilyen Krisztusképes feszület felállításra kerül. Valószínű, hogy évtizedek óta nem igen volt erre példa. Hogy jutott ez az eszedbe? Hogyan jött az ötlet, a gondolat? Nos, hát több mint egy évszázada nem volt erre példa, és semmi túlzás sem lesz abba, azt állítom, azt mondom, hogy 150 esztendővel ezelőtt történt ilyen feszületállítás. A hangsúly most az ilyen szón van, ugyanis az eltelt időben, a 19. század végén azért kőből vagy műkőből készültek már feszületek, főleg a temetőkbe, de fából már nem. Az utolsó Hajdúdorog kijövő pontján, a Hajdúnánás felé eső ponton állott, az is körülbelül 150 évvel ezelőtt készült, egykori temetői feszület volt, de 1996-ban az is megsemmisült. Tehát a határainkból, mint ahogy itt Dorog, Nánás közötti területen és az ország más vidékein is, javarészben eltűntek ezek a különféle fából készült feszületek, amelyeken rendszeresen és hagyományos módon pléből készült úgynevezett Krisztuskép szerepelt. A Krisztuskép azért érdekes számunkra, ez a fajta megnevezés, mert Móricz Pál, a kálvinista író, a hajduk írója használta ezt a fajta elnevezést, amikor néhány elbeszélésében, amelyekben többek között Hajdúdorog érdekességeiről emlékezett meg, hát ő számolt be arról, hogy amikor Dorog felé közeledett Kocsin, Nánás felől, akkor feltűnt neki rendre, hogy a búzamezőkből Krisztus képek, képes keresztfák integettek. Sőt, azt is megfigyelte már gyerekként az 1870-es években, hogy amikor a kocsisok a lovat hajtva a dorogi határhoz értek és elhaladtak a Krisztus keresztfák előtt, akkor nehéz kalapjokat még ezek a kálvinista hajtók is megbillentették. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ezeknek a feszületeknek nem csupán a katolikusság tekintetében, hanem a protestáns hiten lévők életében is különleges jelentőséggel bírtak. Éppen ezért vigyáztak is ezekre, megbecsülték őket, és arról külön szólnunk kell, hogy különben tájékozódási pontokat is jelentettek a határ egy-egy helyén. Tájékozódási pontokat említettél, és mondtad, hogy tehát több ilyen plékrisztusos keresztfa volt a rövid, hát mondjuk 5-6 kilométeres távon Dorog és Nánás között. Milyen céljuk volt ezeknek? Túl azon, hogy jelezték, hogy itt egy akár római, vagy katolikus közösségű település következik. Két fontos okot említhetünk. Az egyik, hogy már a török kort követően itt a dorogiak is a sok-sok pusztulás nyomán a teremtő felé hálaképpen állítottak feszületeket. Nem csak a temetőikben, hanem az utak mentére is, sőt, mi több a határokban is, mégpedig a különféle parcelláknak a végébe. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ha egy-egy dűlő úton most képzeletben végigmennénk, itt Hajdúdorog határában, akkor azt látnánk, hogy egy-egy föld tulajdonosnak a földje végében, a dűlő út mentén, kisebb-nagyobb feszületecskék állanak, kivétel nélkül mind fából, rajtuk pedig valamilyen lemez korpusz látható. Azért mondtam, hogy különfélék, mert mindenki tehetőségének megfelelően készítette el ezeket. De persze voltak ezektől sokkal monumentálisabbak, sokkal nagyobbak, ebből következőleg talán értékesebbek is, hogy különben mit jelentett abban az időben, tehát mondjuk a 18. században, egy ilyen fából készült feszületnek a fölállítása, egy példát hagyhozzak erre.
nem is messze innen az egyik településen jegyezték fel a Historia Domusban, hogy az egyik parasztgazda hálából a Jóisten felé úgy döntött a családja, hogy állított egy fa feszületet. Ennek az árát elő is teremtették, megbízták a megfelelő szakembereket, és meg is fizették a költségeket, ami 16 holt földet jelentett. Tehát 16 holt földet adományoztak, vagy fizetségképpen adtak át egy ilyen feszületért. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy ezeknek mindig volt értéke. De ettől sokkal nagyobb értéknek, sokkal nagyobb jelenségnek számított az, hogy a hálát fejezték ki, a köszönetet fejezték ki a Jóisten felé. Azon túlmenően is ez lesz a második ok, amit mondanék válaszképpen arról, hogy miért állították ezeket, mert a katolikusságra általában is jellemző a görög katolikusokra, meg különösképpen, hogy megvallják hitüket. Nem csak a templomban, nem csak egy-egy ünnepnapon, ünnepi öltözetben, hanem a hétköznapokban is. Nos, hát ezek a keresztek, ezek a feszületek azért is álltak a földjeik végében, mindösszességében pedig hittek abban, hogy azon a ponton, ahol feszület áll, megvédi a bajtól a termést, a természeti csapásoktól például, a nagy esőktől, a villámlásoktól, tehát mindattól, ami kezük munkáját tönkre tehettek volna. Nos, hát így kell szemlélnünk azt a világot, ami körülölelte Hajdú Dorogot, itt Hajdunánást elhagyva, hogy Móricz Pál írta, amikor már bevégződött a protestáns Hajdú Birodalom, mert hogy ezek szerves tartozékai voltak az akkori életnek és az akkori határnak. De azt gondolom, hogy az úton járóknak is jelenthetett egyfajta megpihenést, egyfajta hálaadást, egyfajta fohászkodás elmondására alkalmas helyet. A feszületeknek mindig különleges jelentőségük volt. Ezek nem egyszerűen csak ékesítették a tájat, túl azon, hogy tájékozódási pontot is jelentettek, hanem ha utak mentén álltak, akkor az arra járókot megálltak, megpihentek, imádkoztak. Zarándok időben, tehát például a Mária Pócsi zarándoklatok idején, akkor pedig ezek egyfajta stációt, megállást jelentettek, ahol egy kis rögtönzött szentmise keretében a pap vezetése mellett közösen imádkoztak, közösen pihentek meg lélekben és testben egyaránt. De más ünnepeken, tehát például most jelesül a húsvéthoz kapcsolódó ünnepkör keretén belül is, mondjuk virágvasárnap rendszeresen kijártak ezekhez a feszületekhez, ahol körmenetek formájában vettek részt az eseményeken, kihozták a körmeneti keresztet a templomból, összeérintették a határbéli keresztel, ott a pap vezetése mellett egy kis imát, egy kis közös éneklést valósítottak meg, majd kérve a teremtő segítségét, közreműködését, életük munkájára, ugyancsak körmenetben, tehát rendezett formában, énekszóval, templom énekekkel az ajkukon visszavonultak a templomban. Tehát ezeknek a kereszteknek nagyon nagy jelentősége volt, de még egyet hozzátennék. Én magam is láttam gyermekkoromban, és itt a dorogi vallásos néphagyományból is tudjuk, hogy egészen idős asszonyok ilyenkor a húsvétot megelőző napokban, különösképpen nagy pénteken, de már nagy csütörtök este is, elmentek a sötétben a feszülethez, a hozzájuk legközelebb eső feszülethez, és ott tették le terhüket, lelki terhüket, ott bánták meg bűneiket a Jóistennek, hát kinek, a teremtő fiának a lábánál, Krisztusnak a lábánál. Ez is egy szép régi hagyomány volt, ami tehát jelzi a kereszteknek a jelentőségét a néplélekben, a vallásos néphitben. És akkor visszatérve arra kérdésre, hogy te és a családod milyen alkalomból, fogadalomból, indítatásból állítottátok ezt a keresztet, amit gyakorlatilag javarészben te is készítettél el. Igen, igazából én is, nekem is okom van, mint mindannyiunknak, akik katolikusok vagyunk, hogy köszönetet mondjunk a Teremtőnek, hiszen életünk során sok-sok olyan dolog történhet, amiért van okunk köszönetet mondani. Nos hát a századok során mindig ez volt az elsődleges indíték, amiért egy-egy ilyen feszületet fölállítottak. Tehát a hála, a köszönet kifejezése.
De állítottak feszületet abban az esetben is, hogyha úgy érezték, hogy egy útnak van egy olyan szakasz, ami nagyon veszélyes, például egy útkanyarulat, vagy hegyvidéken egy erős bukkanó, amikor nem lehet látni, hogy a túloldalon mi történik, vagy milyen veszély közeledik felénk, vagy természeti csapások helyére, vagy ahol egyébként jellemzőek voltak a természeti csapások, tehát úgy a kori a villámlás, vagy egyébként jellemző, korábban nagyon nagy esőzések pusztították, tehát akkor védelemül állítottak erre is, vagy éppen tragédia helyszínére is akár, mert valamilyen olyan családi tragédia történt, baleset, stb. Ebben az esetben is. Tehát elég sokféle indítéka volt a feszületállításnak. Viszont ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mikor érte el úgymond csúcspontját ezeknek a feszületeknek az állítása, hozzájuk kapcsolódó szokásra, akkor azt mondhatjuk, hogy a 18. század derekától a 19. században végig. És közös jellemzők, hogy függetlenül attól, hogy egyébként mondjuk hegyvidéken állították az ottani katolikus települések, vagy éppen az Alföldön szinte kizárólag fából készültek. Hát ez volt a legtermészetesebb anyag, hiszen azok a mesteremberek, akik molnárkodáshoz értettek jól, egyben tökéletesen értettek a fa megmunkálásához, mert hogy ezeket a malmokat ők maguk készítették el. Tehát fából készültek. És hát ugye a ilyen mesterember, ha akadt, akkor ő ezt egy-kettőre meg tudta faragni, mert fa volt a település határában. Aztán akadt egy ügyes ember, aki meg ki tudta vágni azt a emeszt a tetejére, ami a Jézus dicsvényét jelenti, de védi az esőtől is a feszületet. Aztán mindig mindenhol akadt egy-egy ügyeskező asszony vagy férfi ember, aki meg megfestette a maga módján Krisztusnak az alakját, tehát magát a korpuszt. Egyébként itt vidékünkön, a két háború között, egy kicsit még előtte is, az öreg Szilágyi Lajos bácsi volt az, aki a környékbeli katolikus települések, meg az ittenieknek is, tehát a réti katolikusság számára is megfestette a korpuszokat. Vitányi Pista bácsi pedig már kőből készítette a kereszteket. Tehát te is a régi elődök mintája alapján készítetted ezt a korpuszt, festetted, és hát maga a kereszt is a régi hagyományos formát követi. Igen, tehát ez tulajdonképpen a római kereszt. Annyi pici árnyalattal, hogy a görög katolikusság szokásává vált, hogy a kereszt szárakat, a kereszt végeket úgymond lekerekítette. Így látjuk egyébként az oltárkereszteket is, és minden egyéb feszületet. Ami a korpuszt illeti, ebben a tekintetben arra törekedtem, hogy ugyanolyan hagyományokat kövessek, mint amilyet az elődeink is. Itt az Alföldnek a keleti vidékén római típusú az ábrázolás, aminek az a lényege, hogy realista a megjelenítése a Krisztus testének. Tehát régen is azok az egyszerű, ügyeskező asszonyok vagy vándor festők arra törekedtek, hogy tudásuknak megfelelően lehetőség szerint a legrealisztikusabban jelenítsék meg Krisztust a feszületen. Igen, ám csak, hogy itt ennek vannak olyan részletei, amelyek különös jelentőséggel, különös üzenettel bírnak. Mindenekelőtt ilyen maga hármat fogok említeni. Az egyik az, hogy hány szöggel szegezték fel. Általában úgy ismerjük, hogy három szög, tehát kettő a kezébe, egy pedig a két lába, amelyel két lábfejet egymás elé teszik. Igen, ám csak nem ez a legrégebbi hagyomány, mert a római büntetésben vagy büntetőjogban nem ez a forma szerepelt, hanem egy kis bakra állították a keresztre feszített elítéltet, két lábát egymás mellé tették és külön szegezték fel. A karokat a csuklónál, nem a tenyérben, hanem azt a csuklónál. Na most a fejtartás. Itt két ábrázolásmód volt jellemző Magyarország területén. Az egyik az a pillanat, amikor Jézus még él, és az Atya felé tekint. De már tudja, hogy elközeledik az utolsó pillanat, amikor a lelkét visszaadja az Atyának, de még hozzáfohászkodik, megköszöni neki, hogy ezt az áldozatot meghozhatta az emberekért, amiért őt az Atya ide küldte a földre. És a másik ábrázolás pedig az a pillanat, amikor Jézus már meghalt, már megkönnyebbült, nem ez csak a lehajtott fizikai fej, igen, tehát ez a lehajtott fej, nem csak a fizikai fájdalmaktól könnyebbült meg, hanem az elvégzett feladat miatt is, hiszen azt, amit az Atya rábízott, nevezetesen a megváltás feladatát, ezt ő teljesítette. És ami talán
Nagyon-nagyon fontos, és ez a harmadik nagyon fontos pillanat egy-egy ilyen ábrázoláson, vagy jelenség, hogy a kezeknek az a bizonyos megjelenítése. Itt két forma volt jelen, az egyik, hogy mind a két kéz áldást osz, tehát a két új az nyitva van, és a másik három be van zárva, tehát úgy látjuk Jézus kezét, ahogy egyébként élete során áldást osztott mindig. Ebben az esetben én azt a hagyományt követtem, amit a görög katolikus templomban Dorogon is látunk, az ikonoszláz legtetején, illetve mellette egyéb képi ábrázolásokon, amikor a feszületen lévő Jézus jobb kezével, mint ahogy életében is tette, halálában, halálán túl is az atya akaratát teljesítve megáldja azt a népet, akinek a megváltásáért ő érkezett ide a földre. A sebét, Krisztus öt sebét, ezt szintén ábrázoltad. Igen, a sebeknek nagyon nagy jelentősége van, ugye a négy ponton egyrésztről, a négy szegnek a helyén, tehát a lábaknál és a kezeknél. Ám itt van egy külön érdekesség, azt tudnék, hogy a seb az oldalakon, az oldalán megnyitott seb az a jobb oldalon van, ez nagyon fontos, mert a végső megbizonyosodás úgymond a halálról az úgy történt a római katonák által, hogy jobb oldalról szúrták át a testet, onnan érve el a szívet. Mert logikusabb az lenne igaz, hogyha inkább balról, mert akkor könnyebben elég a szívet. Nem, ezzel is még óriási fájdalmat szerettek volna, és hát ez sikerült is általában Krisztusnak. Talán egy dologra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a Krisztus feje fölött, a dicsfény alatt, tehát a félköríves, boltíves lemezborítás alatt van egy kis táblácska, amin a szokástól eltérően nem inri, tehát a latin betűs rövidítéssel írtam fel, hogy názáreti Jézus a zsidók királya, ez volt ugyanis a bűne, ezt írták rá, különben ezt Pilátus írta föl annak idején, hanem magyarul írtam meg, azaz, hogy Jézus Krisztus zsidók királya, tehát ezt a négy betűt írtam rá. Miért? Azért, mert tanulmányozva itt a keleti országrész hagyományait, az ilyen egyszerű, tehát fa keresztes, plékrisztusos ábrázolásoknál, tehát az ilyen feszületeken úgymond lefordították magyar nyelvre ezt a latin négy betűt. Tulajdonképpen természetes, hogy így alkalmazták és így írták fel. A kereszt mellett egy emlékkő is áll. Igen, ennek az én szemszögömből, de azt gondolom a Hajdú Dorogiakéból is lehet különös jelentősége, ugyanis Móricz Pál nem csupán a nánásiak írója volt. Móricz Pál a hajdúság, a Hortobágy írója volt, ezen belül pedig a Hajdú Dorogiaké is. Hát a Szűz Mária csoda, Szűz Máriával kapcsolatos leírásaik, a kövé változott, éppen húsvéthoz kötődő húsvéti pászka, amit nem a napján sütöttek meg, tehát nem nagy szombaton, hanem nagy pénteken, vagy éppen a határbéli feszedek, vagy a Dorog határának csurakútjáról, tehát sorolhatnám a különféle elbeszéléseit. Nos hát éppen, hogy neki köszönhetem azt, hogy amire ma a hajdudorogiak és senki más már nem emlékezhet, mi tudhatjuk, megtudhattuk, hogy Dorog határában, igenis ezen a területen, itt a határdom környékén álltak fából készült feszületek. Ilyen szempontból ez az emlékmű egy hála, egy köszönet kifejezése. Arról nem is beszélve, hogy ugye most hagytuk magunk mögött születésének 170. évfordulóját, halálának 85. évfordulóját, tehát ez a kő egyfajta tiszteletadás is ezen a helyen, ezen a szakrális ponton. Ugye lépten nyomon ugye belefűződik az egész történetbe a húsvét szakralitása, ugye a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe, hanem a legnagyobb ünnepe ugye Jézus Krisztus szenvedés története, a halála, majd feltámadása. És ugye az elején említettem, hogy a nagy héten járunk, ugye ennek azért vannak nagyon jeles napjai. Mondjuk, hogy úgy csütörtöktől kezdve, tehát virágvasárnap a Jeruzsálembe való bevonulás, és utána jönnek a többi napok. Ezekről néhány szót ejtsünk már. Ennek a feszületnek az állítási időpontját is csak ennek függvényében érthetjük meg. Ugye virágvasárnap történt az esemény, az egyházvezető lelkipásztorainak javaslatára, tanácsai alapján, aminek a magyarázata az, hogy virágvasárnap nélkül a kereszthalált sem értenénk meg. Ugyanis akkor, amikor Jézus a rövid élete során úgy döntött, hogy elérkezett az a pillanat, hogy ő Jeruzsálembe vonulhat, legfőképpen is a templomba, ahol tanításait átadhatja a hívő közösségeknek. Nos hát olyan
úgymond népszerűségnek örvendett már, hogy dicsőséges bevonulást élhetett meg Szamárháton érkezve Jeruzsálembe. Ugye tudjuk jól, hogy lábai elé pálmát hintettek, rakta pálmágakkal integettek neki, stb. Igen ám. De ez csak a dicsőség egyfajta megnyilvánulása volt, az éljező tömeg, az örülő, boldog tömeg, akik őt tényleg királynak tekintették. Igen. Csak hogy ez még nem a megdicsőülés. Ám a megdicsőüléshez vezető első pillanat. Ugyanis Jézus tökéletesen tisztában volt azzal, hogy ez az útja, amely éppen dicsőséges bevonulás jelent, valójában a halálút, a keresztfához fog vezetni. Nos hát, első két napon a bevonulást követően, tehát hétfőn, kedden, illetve szerdán, tehát három napon még úgymond feladata volt, hiszen atyától kapott feladata értelmében még tanítania kellett. Legfőképpen a templomokban tett szolgálatot, magyarázatokat, prédikált, stb. Stb. Illetve, ami nagyon fontos számunkra, hogy kedden valósította meg a kufárok kiűzését a templomban, ami azért nagy jelentőségű, mert jelzi azt, hogy abban az időben is bizony nem kívánt irányba mozdult el, valósult már meg a templomi magatartás, templomi viselkedés, tehát olyan emberek is megjelentek már ott, akik egyébként a helyszínen nyerészkedtek át, stb. Tehát ő korbáccsal űzte ki őket. De aztán ugye elkövetkezik nagy csütörtök, és ez a szent három nap kezdete, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, amikor Jézus sorsa a beteljesülés felé következik. Ugye nagy csütörtök még az utolsó vacsorának az ideje, amikor tanítványai körében a 12 tanítványjal együtt a szábátra, az a zsidó hagyomány szerint készülődve elköltik az utolsó vacsorát, közösen fogyasztják el a Pészák jelképét, a pászkát, és ami a legfontosabb, hogy tanítványai számára meghagyja, vagy úgy tetszik, megparancsolja, hogy amit ő akkor ott cselekedni fog, ezt örökké cselekedjék az ő emlékezetére. Nevezetesen a bort átváltoztatja a saját vérévé, mondva, hogy ez az én vérem. És ha ezt tisztátok, elemlékezetek. A kenyeret, a pészátot pedig szintén, hogy ez pedig az én testem. Az ember beleborzunk ebbe a krisztusi üzenetbe, de ez akkor ott megtörtént, és tulajdonképpen az új szövetség születésének pillanata. Majd aztán következik ugye a Getsemáni kertben történő imádkozás, majd az elfogatása, következő nap reggelén, ugye pénteken a Pilátus elé, illetve először a zsidó főpapok elé való hurcolás, a kihallgatások sora, majd Pilátus pálcatörése, és felírja egy táblára, hogy a nép azt mondta, hogy te a zsidó királya volt, és ezt tegyék a nyakadba, illetve majd a keresztfára, amikor ez szokás volt a római körben. Eljutunk a keresztfa. Igen, a jelenség egész a közelmúltig velünk maradt, hiszen nálásról is tudjuk, hogy a 18. század végén, 19. század elején még ilyen táblával járatták végig a gonosztevőket. Sajnos Pilátus engedve a zsidó főpapok és a nép akaratának, annak a népnek, amelyik pár nappal korábban még éljenezte, azt mondta, hogy én... És most a kezeit. És akkor keresztre feszítették, és a legkegyetlenebb halálnemben részesítették. Ugye péntek 12 órakor történik a keresztelfeszítés, 3 órakor Jézus meghal, kileheli lelkét, visszaadja az atyának. A kereszthalál egyébként napokig tartott, hiszen pont ezért volt a legkegyetlenebb büntet. Igen, nem csak Jézust előtte olyan módon sanyargatták, bántalmazták, kínozták, hogy neki már nem jutott úgymond idő több napos szenvedésre, hanem 3 óra alatt kilehelte lelkét. Utána ugye jön majd a kereszten való még ott tartózkodása Jézusnak, imádkozása lábánál, majd a keresztlevétel, szombat az egész nap a halál ideje, tehát amikor Jézus a sírban van, majd akkor következik szombat estére a feltámadása, hogy ezt ő megjövendőlte, hogy az áldozat, amit az atya rábízott, az elvégeztetett, majd pedig ahogyan érkezett, úgy vissza is fog távozni az atyához. Az emberek megbizonyosodhatnak arról, hogy az áldozat valóságos volt, és az ő feltámadása, tehát ismét hús-vér emberé való változása hasonlóképpen. És tegyünk ehhez egy szokás elemet is, mert ez a vallásos megnyilvánulása azoknak a napoknak, és ez a világi része, hogy a locsolkódás hagyománya, amely az új élet szimbóluma, hiszen most mondottuk el, hogy a Jézus föltámadása az új élet kezdete,
Ez igazából már a esti, szombatesti hagyományvilágban jelen van, tehát nem csak másnap mentek már locsókon, mert ekkor is, de legfőképpen ekkor kezdtek el fogyasztani, tehát ekkor következett el az ünnepi lakoma, úgymond, mégpedig általában tojással, de nem főtojást, hanem hígtojást fogadtak el a legények a házaknál, amit valamelyik kiszemelt leánynál megsülöttek, mondjuk például szalonával, hát 40 nap után már nem is átott a szervezetek, és most jön a dolog érdekessége, hogy a tojás helyett viszont magukkal vitték, tehát ez szombat este volt, esetleg vasárnap reggel, és az olyan lány előtt, aki nagyon válogatós volt, vagy valamiért nem volt szimpatikus a legények előtt, ott szépen szétszórták a tojás helyett, és most sáros időben el lehet képzelni, mit jelentett ennek az összetakarítása. Na és akkor fejezzük be vasárnappal, ugye vasárnap ez a feltámadás ünnepe, a katolikus világban a köszönés is megváltozik, Krisztus feltámadtot mondanak, és a valóban feltámadtal válaszolnak egymásra. Ugye ilyenkor a bőség napja következik el, ünnepel a természet, hiszen minden nyílik, minden virágzik. A leányok patakban mosakszanak, mert ez az egészség jelképe. Ezeket sorolhatnánk, itt Nánás környékén is voltak ehhez kapcsolódó hagyományok. De hát elmennek a templomba, viszik a húsvéti szentelményeket, amelyekkel aztán futva mennek haza. Ugyanis a néphagyomány úgy tartotta még itt a környékbeli településeken is, például Újfehérón is, hogy aki leghamarabb ér haza a szentelményekkel, azok lesznek a legdolgosabbak abban az évben. Sőt, Újfehérről hallottam, hogy akik elsőnek érnek haza, azok fognak legkorábban aratni. Aratni. Milyen érdekes. Na hát persze ennek más oka is volt, mert a tűz is hozzá kapcsolódik, hiszen ugye szombat este tűzgyújtás zajlik a templomokban, ugyanis előtte százalokon keresztül évente egyszer gyújtottak tüzet. Ugye a világvilágosságának születéséről, ugye ezt, stb. És ezt a tűz fejezi ki. Na hát ebből a tűzből aztán nem csak a templomi gyertyákat gyújtották meg, hanem az előző nap eloltott tüzet, az egy éven keresztül égett tüzet eloltották, és akkor a templomtól vittek haza parazsat, amiből meggyújtották az újat. Ez az új. Na most ezzel is futottak. Hát a parazsal futni kellett. Ugye? Különben elaludt volna. Igen. Hát igen, szépek ezek a régi népszokások. Azt hiszem, ma már nem nagyon, mert tényleg csak elbeszélésből ismerjük ezeket. Beszélgetésünk végén térjünk még egy picit vissza a kereszt állításhoz, a szentelés idejéhez, hiszen nagyon sokan voltak. És elképzelhető, hogy tehát, hogy nem csak Hajdúdorogról, ahonnan mondjuk talán úgy természetesebbnek jön, hiszen elviekben ugye a görög-katolikus közösség Hajdúdorog, de Hajdunánásról is voltak. Tehát valahol él az emberekben egy ilyenfajta esemény utáni vágyakozás. Azt gondolom, hogy igen. Ez egy egészen másfajta lelki fonal, amire vágynak az emberek. Tehát a lélekben ott van a spiritualitás, amivel egyre kevesebben találkoznak, hiszen ahogy utaltunk rá korábban, a határok is úgymond elszegényedtek a különféle emberléptékű és emberarcú feszületek tekintetében. Ugye itt ez a feszület két úgynevezett hajdúbirodalom, hogy Móricz Pál mondott, a határán áll, ugye jelzi és mutatja, hogy Hajdúdorog felé egy egészen másfajta hajdú közösség, egy görög-katolikus közösség következik, mögötte pedig egy másik lelkületi közösség, de egyben közösek. Valamennyien ugyanahhoz az Istenhez imádkoznak, valamennyien keresztények, még ha másként is mondják kereszténynek, vagy éppen keresztjének. Talán pont itt van a gyökere annak, hogy el tudtak jönni erre a helyre, amelynek két érdekes pillanatát szeretném megemlíteni. Abból az első órából, amikor elvégeztem az utolsó gerebjehúzást is, és felállítottuk már a feszületet, hogy amikor én is így megálltam egy pillanatra, azt vettem észre, hogy egy fiatal ember érkezik Hajdúdorog felől, kerékpáron. Igazából fejtartásával azt látom, hogy nem is nézett a feszületre, de önkéntelenül keresztet vetett. Ez egy leírhatatlan élmény volt. A feszület már is betöltette feladatát. Ez volt az első megnyilvánulása a feladatának, küldetésének. Majd pedig azt mondta nekem egy hajdúdorogi férfi ember, idősebb bácsi, hogy tudja, hogy ez a hely, ami most itt ezzel a feszülettel meg van jelölve, zarándok hely lesz? Hát mondom, nem tudom,
talán lehet is gondolván arra, hogy egyébként milyen feladatot töltött be. Ha pedig arra gondolok, hogy ennek a helynek különleges kisugárzása van, hiszen ezt én is éreztem, az a régiek is érezték. Az, hogy a határdomb jelzi a két település közötti határvonalat vagy mezgyét, az önmagában nem csupán annyit jelent, hogy ott van egy domborulat, hanem annak a helynek van valamilyen egyéb kisugárzása. Ez a feszület pedig itt lehet, vagy ha úgy tetszik, itt erősíti fel ennek a helynek a szellemét vagy lelkiségét. Talán éppen ezért mondhatjuk azt, hogy egészen valószínű, hogy a két nép életében egyfajta fordulópontot is jelenthet. Nekem személyes meggyőződésem volt, mint hitemet gyakorló katolikusnak, másrészt, mint néprajzkutatónak is, hogy igen, lehet ilyen feladata. Jóska, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél mindenről nekünk. Azt hiszem, hogy lélekben mi is gazdagodtunk. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok neked és családodnak, és kedves nézőinknek is hasonlóan áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Töltsék nagyon jól, jó hangulatban, békességben, családjuk körében ezt a nagyon szép ünnepet. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek.